közös projekt itt a barátokkal, 30 kiló csülönkből. Csikkel séf elment inni a másik oldalra. Befé! Így élni szép, így élni jó, így oly világ az élet, éljen az egész, míg kampánja. Az az ember elvileg a legokosabb, de én vagyok a főnök. Már a kora reggeli órákban megkezdték a főzést a Szent Iváni főzőverseny résztvevői május 30-án a Tájház udvarán. Idén 8 csapat indult, a Mici Macsók, a Sörkakasok, a Nyugdíjas Egyesület, a Tüzes Csibék, a Pilisi Kakasok, a Kontárok, a Gümőkórus és a Budagyep csapata. Úgy gondolod, adok neked egy gyöngyöt. Az alapja paprika, paradicsom, hagyma, fokhagyma, benne előpörkölt, lángon megpörkölt babérlevél, hogy jobban aromásabban kijöjjön a babérlevélnek az íze, egy csipet, egy szál kakufű, ez nyers, friss kertből szedett, szűz serpenyőbe, előzsírozott serpenyőbe, naturba rá van téve a marhacomb, azt egy 3-3 percig lepirítja az ember, félreteszi hat pihenjen, hogy az aft, az amat, az íz minden maradjon benne. Majd összekockázásra kerül, és hogy másfél-két órán keresztüli alapot, miután végigrotyogtattuk ezt a paprikás, paradicsomos, hagymás alapot, azután belekerül, megint csak egy felfőzés következik, hogy teljesen átjárja a hőhatás magát a húst, majd felöntjük a végleges vízmennyiséggel, és azt folyamatosan azt tartjuk azt a vízmennyiséget, míg félkészre 10 percen készül a hús, majd megy bele végezetül a zöldség, és készen lesz. Nyerni fogtok? Mindenféleképpen. Tehát ez első helyes. Úgy is készültünk, meg úgy raktuk össze a dolgokat, hogy ez főnyeremény. Közös projekt itt a barátokkal, 30 kg csülökből csináljuk. Töltött lángost készítünk, káposztás lesz, illetve sonkás sajtos lilahagymás lesz még. És akkor ezt borsos tejföllel, meg fokhagymával fogjuk tálalni a végén. Wow! Igen. És mekkora adagot készítetek? Hát mindenkinek úgymond egy ilyen kis kóstolószerűséget, de nyilván lehet többször is jönni majd. Hát körülbelül ezek a méretek, és ez ahogy kisül, félbevágjuk, és akkor kerülnek rá a feltétek. És akkor ez lesz így egy adag. Nem, csak azért eszem, mert kívül és már nem jó. Lángos, ami töltve van lilahagymával, sonkával meg sajta, nagyon finom. Le a kalappal előttük. Mi készül? Zúza pörgöl. És mennyi? Zúza pörgöl tarhonyával. Mennyi 10 kilók? Zúza pörgöl tarhonyával, kumplival. És nyerni fogtok? Mindig. Nyertünk mindig. Nyúlvadas csinálunk, zsemlegombóccal. Az igen, és mennyi nyúlból? 6 kiló. Akkor ti nyerésre gyúrtok. Igen, szeretnék nyerni legalábbis. Igyekszünk. Szándék megvan. Lencseleves készül rózsagomb módra. Lencse, zöldségek, és nagyon finom, úgyhogy mindenkinek jó étvágyat kívánunk. 25 kg káposztából készült, és 14 kg húsból, és a töltelék. És a másikban pedig csülök. Csülök pörkölt. Kettővel, igen. Szarvastokány készül, és ez egy koedukált csapat. Nem úgy értem, hogy fiúk, lányok, hanem itt minden van. Itt van a tiszta sváb, meg ott is a tiszta sváb, meg ott a félig, meg a tót. Meg a matyó. Értem. És ez egy tiszta magyar csapat. Az esemény szervezőjei már harmadik alkalommal a Pilis Szent Iváni Nyugdíjas Egyesület volt. Egy olyan két hónappal ezelőtt kezdtük el szervezni, hogy a csapatok összejöjjenek minél többen, minél több résztvevő legyen, és minél több finomabb étel legyen. És akkor most hányan vannak megszámoltan? Hát ideig, amikor utolértem őket, akkor 85 volt a főzős. És az evésre sok emberre számítatok? Igen, hát mi 200-an vagyunk a nyugdíjasok, és remélem, hogy a fele legalább eljön az mi hozzánk enni. Ez hagyomány lesz úgy, mert azt mondta a polgármester asszony is, hogy ez nagyon jól meg van oldva, és egy kis családias összejövetel ez. Úgyhogy igyekszünk majd megoldani a dolgokat, és akkor a zenészek 11-től hát próbálnak mulatozni, vagyis jó kedvet csinálni mindenkinek. Ahogy a képeken is látszik, jó kedvem pedig nem volt hiány.
Poprén Révai Gyöngyi polgármester rövid beszédben köszönte meg a szervezőknek, hogy immár harmadik alkalommal szervezték meg az eseményt, kiemelve, hogy külön öröm, hogy egyre több fiatal vesz részt évről évre a rendezvényen. Boldog vagyok, hogy ismét a Nyugdíjas Egyesület főző versenyén, illetve főző eseményén vehetünk részt itt Pilisszentivánon, a Tájház udvarán. Ez most már itt harmadszor tartjuk, és én hálás vagyok, és rendkívüli köszönettel tartozom az Egyesület vezetőségének és tagjainak, akik hónapokon át készülnek arra, hogy egy ilyen neves majálist, egy május előnapja eseményét tartsuk itt. Közösségek vannak, csapatok vannak, és ami a legfontosabb, hogy most már a Nyugdíjas Egyesület szervezi, de a legfiatalabbakat is meg tudta szólítani. Fiatal két csapatunk van, és a faluból, akik csak közösségi élményre vágynak, azok itt vannak. És ez a legnagyobb dolog. Ők egy szolgálatot teljesítenek azzal, hogy értünk Szent Ivániakért egy ilyen komoly, de ugyanakkor derűvel, boldogsággal, nevetéssel teli eseményt szerveznek. Köszönet a Nyugdíjas Egyesület minden tagjának, vezetésének, és azt gondolom, hogy Szent Ivánon lenni, itt élni nagyon jó. Minden résztvevő csapat emléklapot és ajándékot kapott. Az esemény legnagyobb nyertesei azonban azok voltak, akik megkóstolhatták a finomabbnál finomabb változatos ételeket. Az eseményt a Pilisvörösvári és a Pilisszentiváni német nemzetiségi tánccsoportok fellépése színesítette.